Jelenleg is zajlik az egészségház felújítása leveleken, amelyhez a pályázati forrást Magyközséggel konzorciumban nyerték el. Ez egyike annak a négy nagy beruházásnak, amely a terület és település fejlesztési operatív programban valósul meg. Az orvosi rendelő átadási határideje november vége, a forrással pedig az év végéig kell elszámolni. A legnagyobb fejlesztés azonban nem ez lesz, hanem az óvoda átépítése. Tehát egy 300 millió forintos beruházás egy új ötcsoportos óvoda építése Levelek Nagyközség központjában, amellyel kiváltjuk azt a több mint 150 éves Molnárféle kastélyt, vagy más néven kúriát, amely most már több mint 60 éve ad helyet Levelek Nagyközség gyerekeinek, az óvodának, amiben most egy négycsoportos óvoda működik, és a kihasználtsága most jelenleg is 115%-os, tehát bőven van gyerekünk, akit el kell tudnunk helyezni, ezért van szükségünk arra, hogy egy négycsoportos óvoda helyett most már egy ötcsoportos óvodát építsünk. Az új kétszintes 1200 négyzetméteres óvoda a település központ délkeleti részén három összevont telken fog megépülni egy nagy parkolóval és játszótérrel. A beruházás már túl van a tervezésen, jelenleg a közbeszerzés zajlik, a következő tanévet már ott kezdhetik meg a gyerekek. 86 millió forintból a polgármesteri hivatalt is korszerűsítik, külső hőszigetelést kap az épület. A helyi szociális otthonnak is a jelenleginél gazdaságosabb lesz a napelemes fűtésrendszere. Ezen kívül van még egy nagyon nagy beruházás, amelyet közösen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzattal valósítunk meg. Ez pedig a megyei turisztikai projektnek egy része, amely 95 millió forint támogatást jelent Levelek Nagyközség önkormányzatának, amihez még nekünk majd 10 millió forint önrészt kell hozzátennünk. Ebből a Leveleki Tócentrum és a Leveleki Víztározó levő Levelek Nagyközség önkormányzatának tulajdonában, illetve kezelésében levő földrészletek, épületek energetikai korszerűsítése, térburkolása, a strandnak, a partvonalának a felújítása, csúszda kialakítása, illetve eszközbeszerzés valósul majd meg ebből a beruházásból. Az említett projekt támogatási szerződését már aláírták. Az egészségügyi beruházás 30 milliót jelent a településnek, az óvoda 300, az energetikai korszerűsítés 86, és a turisztikai fejlesztések pedig 95 millió forint támogatást kapnak.